Luxemburgi Zsigmond után Habsburg Albert kezdte meg uralkodását, aki Ausztria hercege volt. Azzal a feltétellel koronázták magyar királyá, hogy a főpapok és az arisztokraták közös beleegyezésével dönthetett az országügyeivel kapcsolatban. Budán ezért országgyűlést hívtak össze, amin a rendek vettek részt. A három rend a birtokos nemesség, a királyi városok követei és a papság volt. Az ő részvételükkel zajlott az első rendi országgyűlés. Habsburg Albert egyéves uralkodása után meghalt. Halála után született meg a fia László, aki még újszülöttként nem volt alkalmas arra, hogy uralkodjon. A főurak így a lengyel királyt, Jagelló Ulászlót hívták magyar királynak, és a két fél szembenállása harcba torkollott. E csaták során Hunyadi János óriási írnévre tett szert. Első Ulászló híveként rengeteg birtokot szerzett, harcudását onnan szerezte, hogy már luxemburgi Zsigmond udvarában tanulva készült a hadakozásra. Ulászlótól azt a feladatot kapta, hogy védje az ország déli határát. 1443-ban a Balkánra vonult, így a törökök elleni hadjárat során jelentős területeket szerzett. A pápa összeurópai összefogást hirdetett az oszmán-török sereg legyőzéséhez. A magyaroknak azonban a szultán békét ajánlott, amit elfogadtak. Azonban 1444-ben a pápa unszolására a magyarok megszekték a békét, és támadást indítottak a törökök ellen. A várnai csatában azonban elbuktak, és a harcban első László is életét vesztette. Ezt követően 5. László lett a király, aki Habsburg Albert még gyermekkorú fia volt. Nagykorúvá válásáig Hunyadi Jánost bízták meg az ország feladatainak ellátásával. Így lett ő a magyar királyság kormányzója. Újabb hadjárattal vonultak a törökök ellen, a Rigó mezei csatában azonban újabb magyar vereséggel végződött a harc. A törökök miután elfoglalták Bizáncot, a magyar végek megtámadására készültek. Az ország déli határa veszélybe került. 1456-ban került sor döntő ütközetre a Nándorfehérvári végvárnál. A magyarok viszont mindenkit próbáltak mozgósítani. Felkelést hirdettek, ami annyit jelentett, hogy a nemeseket hadba hívták. Hunyadi János vezetésével sikeresen visszaverték a török túlerőt. A győzelem emlékére a pápa meghirdette, hogy minden nap délben harangszóval emlékezzenek meg erről a hőstetről. Ám az öröm nem tarthatott sokáig, mivel a Nándorfehérvári diadalt követően Pestis járvány következtében a törökverő Hunyadi János hirtelen elhunyt.